Hatodik feladatunkban az fx egyenlő x négyzetszer lmx függvény második táblázatát kell megadnunk. Kezdjük az értelmezési tartomány vizsgálatával. A logaritmus miatt csak pozitív számokra van értelmezve a függvényünk, tehát a df az a nulla végtelen intervallum. A második táblázatot kell megadnunk, így a második deriváltra van szükségünk, ehhez akkor kezdjük az első deriváltal. Az f x egyenlő, a szorzat deriválási szabályát használva 2x szer ln x, meg x négyzet szer 1 per x. Mivel nekünk ezt tovább kell deriválni, hozzuk szebb alakra. Látjuk, hogy ez az x négyzet szer 1 per x, x-szel egyenlő, tehát ez 2x szer ln x, meg x. A második deriváltat megkapjuk, ha ezt a függvényt még egyszer deriváljuk, ismét a szorzat deriválási szabályát használva, 2-szer ln x, meg 2x-szer 1 per x, meg 1. A 2x-szer 1 per x is egyszerűsíthető, ez 2-vel egyenlő, így ennek a kifejezésnek a szebb alakja 2 ln x, meg 3. Ha ránézzünk a derivált, illetve a második derivált függvényekre, akkor láthatjuk, hogy az értelmezési tartományuk az eredeti függvényével egyezik meg, tehát nem kell további pontokat kivennünk az értelmezési tartományból. Ott lesz a függvénynek lehetséges inflexiós pontja, ahol ez a kifejezés nullával egyenlő, tehát meg kell oldanunk a 2 ln x meg 3 egyenlő nulla egyenletet. Vonjunk ki 3-at, 2 ln x egyenlő mínusz 3-mal, osztunk 2-vel, ln x egyenlő mínusz 3 kettet, amiből az x egyenlő e ad mínusz 3 ketteddel. Itt van lehetséges inflexiós pontunk, keressük meg ezt az értelmezési tartományunk számegyenesén, ő egy pozitív érték. Számegyenes segítségével pedig megadhatjuk a második táblázatunkat. Három oszlopa lesz, az egyik az e ad mínusz 3 kettedet tartalmazza. Előtte is lesz egy oszlop, ezek az e ad mínusz 3 kettednél kisebb, de nullánál nagyobb x-ek, illetve a harmadik oszlop pedig az e ad mínusz 3 kettednél nagyobb x-eket tartalmazza. Az első sorban pedig az f második derivált előjelére leszünk kíváncsiak. Tudjuk, hogy itt nulla. Ezen két intervallumban pedig az előjelét a grafikonjának elemzésével tudjuk megadni. Készítsünk tehát sematikus ábrát. Függvényünk a 2-szer ln x plusz 3, tehát a kiindulási függvényünk az ln x, tudjuk, hogy 1-nél metszi az x-tengelyt. Ő van 2-vel megszorozva, tehát ez a 2-szer ln x valahogy így néz neki, és még 3-at hozzáadunk, tehát 3-mal felfelé toljuk, tehát ez a függvény körülbelül így ábrázolható. A zérus helye pedig nem más, mint az itt kiszámolt e ad mínusz 3 ketted. Tehát ezen a nulla e ad mínusz 3 ketted intervallumon az értékek negatívak, az e ad mínusz 3 ketted végtelen intervallumon pedig pozitívak, ez kerül bele a táblázatunkba, ebből pedig következtethetünk magára az f függvényre, ahol az f második derivált negatív, ott a függvényünk konkáv, ahol pedig pozitív, ott konvex, tehát az x egyenlő e ad mínusz 3 kettes pontban inflexiós pontja van.